Hello! Sziasztok! Neudodó vagyok. A csá. Boldog szerdát, ami nem munkanap, úgyhogy félig vasárnap, és holnap meg nem hétfő lesz, hanem csütörtök, de már teljesen össze vagyok zavarodva. Szerintem ti is. De jól volt a nap. Szerintem beszélek majd a streamben. Legutóbb ott hagytuk abba, hogy kimerészkedtünk a Roxford falaiból, megnyílt a világ előttünk, és volt egy pár kisebb küldetésünk kint, és hát megküzdöttünk az első kobold, és az első, hát ilyen fura ember ellenségekkel, de legyőztük őket, és most pedig hát haladunk tovább. Ugye a koboldok, mint kiderült, egymást is támadják. Úgyhogy megnézzük, hogy milyen küldetéseink vannak, mielőtt így nagyon meg... A ravaszdi kulcsok. Hát ez még mindig... mindig nagyon... úgymond nagyon sok van. Tehát szerintem így nincs is megjelölve a térképen ez. Úgyhogy most nincs más küldetésünk, mint előre, és majd találunk kulcsokat. És ugye legutóbb Bájital óránk volt, és megtanultuk megfőzni a erőnyerő főzetet. Nem tudom, mi van. Szerintem ez. Na, de lényeg, a mai napon képzeljétek el, hát ma több helyen is voltam, nemrég értem haza, szóval. Ez mit? Az egy kulcs. Nézd. Hol van? Itt van. Erre megyünk is a kulcs után. Fölmegy? Hova megy? Hova ment ez a kulcs? Nem. Hát fölment. Mere? Ha? Itt van. Na? Sikerül lecsapni? Ez az sikerült. Még egy ez mardekáros házérme. Na de a lényeg az, hogy ma voltunk kint a Majálison. Hát úgy volt, hogy ma a Gellért hegyre megyünk. És amúgy mentünk is, de előtte még a Majálisra kimentünk, mert anyukám úgy volt, hogy anyukámmal megyünk ki a Gellért hegyre, de neki délelőtt ilyen fontos dolga akadt. És akkor hogy nyilván először kimentünk a Majálisra, körbenéztünk, hát borzasztó. Ez, ami most ma megy, és Majálisnak hívjuk, ez nem Majális. Nagyon drága minden izé, egy kicsit körhintáztunk, mert hát Marcival ilyenkor tudjuk tesztelni a tűrés határát. Incendio. Ja, ezt majd pullolni kell, igen, amikor meg lesz. Nincsen semmi. Na. Á, itt van még a párbaj szakkör. Odalgó tud a könyvről, amit ön talált. Hiányzik belőle valami? Odalgó nem hiszi, hogy biztonságos lenne nyíltan beszélni. Odalgó, vagy egy másik üzenetet a hídon túl, a szikla körben,
Vigyázzon magára, ne szóljon senkinek. Ja, az ódalgó az a kis házi manó lesz. Nagyon jó. Hát akkor megyünk errefele. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ott van. Van egy. Már közel jár, keresse meg a tököket, közvetlenül a kőkör alatt, az egyikben megtalálja, hát ha tud segíteni szegény összetört szívű ódalgón. Pumpkins. Oh, I think I know just the place. Pumpkins, aha. Ha. Mik vannak? Itt egy csomó ilyen doboz van. Na mindegy, ezzel majd biztos kell valamit csinálni. Ifjú Mardekáros, mostanra már rendkívül kíváncsi lett, találkozol odagóval a vízparton, a rosszok a kikötőnél. Down to the water's edge. Azért megnézzük itt, hogy mi. Hogy alakul, mint egy kesztyű. Egy erő, nyerő főzet. Nagyon menő, ez pedig egy hátsó kijárat. Mi lehet még? Aha, itt van. A parkok gondozó szerszámok. Van valami barlang is. Ott, ó, ott van valami. Aha. Meg itt piócák. Ott is van egy pióca, jó, lesz az a pióca lé. Aha, ide kell majd valami nagy golyó. Ha, Levió, szóval semmi. Igen, és azt mondja, hogy... Egy kis tüzet kell neki adni, mert az volt rajta. Na. Ez milyen barlang lesz itt? Anyád? Megijedtem. Kockás kesztyű. Hát akkor ez ennyi volt, meg is találtuk itt a barlangot. Na és itt van ódalgó. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Huh.
Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. No. She was delirious at the end, poor thing. Mistook Belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help. Tehát az oldalgónak a volt gazdája elrejthette a lapokat. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. Honnan tudta meg a lapot? How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast. Place it on the pedestal there. Good luck. No. Scrope will wait right here for you. Best of luck. Hop. Pirítóst. Kaptunk pirítóst. Megnézzük a felszereléseket, hogy mennyire vagyunk tele. 10 a 20-ba, akkor még nem megyünk a boltba. Hoppá, ez a kesztyű jobb. Jó. Sapkánk jó. De másra ott a... Jó. Ok vagyunk. Mindenünk toppon van. Mehetünk is. Csak arra kell menni 181 méterre. Sem... Hoppá! Áááá! Az ott valami. Nem hatnak rá a... Győzz le egy... Igen, még nem tudtam... Lehet, hogy nem vagyunk még elég nagy szintűek? Huh?
Na, persze, most állapot frissítsél. Elmennél onnan? Hoppá! Na, ez sikerült. Na, ez annyira nem is volt rossz. Bár 16-osok. Bár 15-ös vagyok, úgyhogy annyira. Csak nem értem, hogy például még miért nem tudom a képességeimet elosztani. Na, bejöttünk ebbe a barlangba. Ott egy tintahal. Remélem nem azzal kell megküzdeni. Kihelyezzük a pirítóstot. Megetetjük a tintahalat. Na. Could it be a visitor? Na. Hoppá. Az kezébe hozta a fejét. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Elotta egy szellem a gyűrűt. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map. To what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happens next. Szóval akkor kicsit sem veszélytelen a próbálkozás, ha követjük a lapot. Forest, and I'll show you where to find the pages. I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, light-headed. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. No. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well,
my decapitated skeleton. No. They're yours for the taking. Találkoztam vele, és utána most meg kell kerestem a testét. Itt egy térkép. Ami fogalmam sincs, hogy hol lehet. De bárhol. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Megnézzük ezt a üldi-müldit. Vagy van valami hír, vagy csak ennyi, hogy aha. Világtérkép. Na menjünk ki innen. Hajnalódik? Vagy éjjeledik? Tudom én. Na így egy kicsit gyorsabb volt. Van ódalgó. Beszélünk vele. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollina's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. Oh, that boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black Family Ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. No. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to De ourselves. Devasz, Feri, mi a helyzet? Hogy telt a mai csodálatos nap? Igen, és ez, ahogy ezt így most nekem így gyakorlatilag a semmiből kéne megtudnom, hogy ez küldetések. Hogyan lehet itt megnézni? Ja, de ezért csak kinézetet kapnánk. De hogy lehet megnézni itt a térképet vajon? A gyűjtemények. Biztos, hogy itt lesz. Mi? Ja, itt valami új dolgokat találtam. Valami enemik. Aha. Akkor itt, aha. A kijárat. És értem, és akkor ez honnan... Aha, így talán? Aha, és akkor itt lesz valami. Ez sem az. Aha, itt van valami térkép. Megtekintés. Ez hol van? Egy erdő, aztán az, meg lebegő gyertyák. Hát zseniális, hát... De az Benedek Balog. De ezek alapján, a térképek alapján, hogy lehet szerintetek megtalálni bármit is ezen a
hatalmas nagy mapon. Egy 1000 méterre van itt valami. Elfutunk a pontig. Hát igen, a hidat egyszerűbb lenne megtalálni, de szerintem abból is van 1000. Nem baj. Mi a helyzet, Benedek? Na, hát azért érted, azért itt lehet azért egy pár helyen. Na mindegy, majd lesz valahogy. Hogy vagytok? Na helyes, mi kimentünk ma ki... Na várjá! Várjá! Hoppá! Hát ide jöttünk! Azt mondja, hogy itt a... Van ez a izé... Hoppá, és valami gyertyákat kell keresni. Itt van, itt lesz valahol. Ah, nézzük. Véz az van itt. Na de várjak, szerintem akkor innen jövünk. Ajtó. Nagyon jó, és átmegyünk a hídon. Lesznek itt gyertyák? Most ezt még nem tudod összeszedni. Lehet, hogy tényleg a Lumos kell. Egyelőre a gyertyákat kéne megtalálni, mert itt kéne lenni a gyertya. Aha, várja. Nagyon jó. Találtunk egy térképet. Dudáló virágok beszanás. Na várjunk akkor még egyszer. Megnézzük a veszélye. Na várjunk még egyszer, megnézzük a térképet. Azt mondja, hogy itt a hida, itt a híd, aha, itt, aha, itt ez biztos, hogy kell ez a Lumos. De lehet. Lumos. Aha. Enchanted candles. Wonder where they're heading. Candles seem to be leading into the Forbidden Forest. Erre megyünk, kedves gyertyák. Értem, egy kicsit lassabban, köszönöm.
Lumos. Okay. Extreme danger. Treasure must be nearby. Aha. I suppose a bit like in the Forbidden Forest could seem treasure hunting suits me. És erre is kaptam küldit. 16-os vagyok. Köszönöm szépen, Feri. Voltam, igen, képzelre, mert amúgy úgy volt, hogy a Gellért hegyre megyünk ma, de anyukámnak közben jött valami, és a délelőttjén el kellett mennie valahova, és addig mi kimentünk a Majálisra, hogy ne unatkozzunk itthon. Hát volt egy kis körhintáztunk egy kicsit a fiammal, meg ő trambulinozott egy kicsit. Hazajöttünk ebédelni, és akkor utána kimentünk a Gellért hegyre. Hát ez a Gellért hegy egy kicsit kiábrándító volt, mert képzeljétek el, a citadella le van zárva, és én ezt nem is tudtam. És annyira le van zárva, hogy nem lehet fölmenni a szabadság szoborhoz. Úgyhogy... Ja, fölmásztunk a hegyre, lejöttünk, van ott egy csúszdapark, a gyerek kicsúszdázta magát. Aztán hazajöttünk, evett egy vattacukrot. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a birdbath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Nagyon érdekes napom volt, kicsit elfáradtam, de kellemesen elfáradtam. Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. Viszont most az... very helpful. Thank you. Biztos, hogy kelleni fog itt, ide a kapitulátus. Surprising how much of this is rather unfortunate. Yes. Coming back to me. Pokok. Do not enter. Veszélyes. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Szerintem vannak pókok. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Lenullázza a védekezés. Meghaltam. Nem baj, egy kicsit izétem. Próbáld újra. Az egy nagy pók. És nektek hogy telt a napotok amúgy, Benedek Balog? Milyen volt a Majális mesély? Feri, te mit csináltál? Na, pókozunk egy kicsit. Káposztával kell ölnöm. Menjen a káposzta! Káposzta! Tír!
Na, sikerült beleülni a... Nothing to do now, but keep going. A... izomverdákba? Incendio! Na, az jó. Tényleg tök jó. Kéne valamit csinálnom, hogy a pókpészek megszűnjön, nem? Nem itt van a pókfészek, hanem egyel fölöttünk? Na mindegy. Menjünk tovább. Ó, szemetek. A, most a majálison volt kint tűzoltóautó, meg rendőrautó, és abban elvileg bele lehetett ülni, csak a olyan sor volt, hogy a gyerek azt mondta, hogy inkább nem várná meg. Na itt most mi van? Gólymók. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Revelio. Mentési pont? Just as Jackdaw described. Volt valami loot. Revelio. Ott van a loot. Intramuros. Na nézzük. Ott ki menne be ebbe a barlangba a való életbe. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. But, lefegyvereztem. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Önnyerő főzet. Ez is van. Na, hát nem jött össze nekik. Jó ez a kapitulátus. I wonder how big this place is. Kevér? Ha? Ezt megkongatjuk, csak előbb elnézünk arra, mert biztos, hogy általában szokott lenni valami loot, de itt már látom, hogy pokok lesznek. Ha? Látom, hogy itt... Egyetlen egy dolog zavar amúgy, hogy holnap mennem kell dolgozni. És ez így tök rossz, hogy így egy nap pihi. Aztán holnap már lehet menni. De amúgy meg jó is, hogy legalább volt egy nap pihi. Hoppá! Lenullázódott a kombó. De... Legyen.
Hát nem sikerült most a mellékküldetés, mert elfogyott az enemi. Arra le is tudok menni. Szerintem arra pont le kell menni. Arra meg akkor ezek szerint... miért akarok én ide bemenni? Találj egy pók robbanása vagy másik ellenséget. Melyik a mérges csáp? Ez. Ez is megvan. Nagyon jó. Na, ez egy nagy láda. Kékes zöld óraműves sál. Nagyon jó. Kis holdkő. Hű, az nekem kell. If I could summon that platform to me, I could likely get on it. Kurva anyám! Mi mászkálnak ezek itt? Lesz. Ezt már el is spoilerezem. Biztos, hogy lesz. Bár nem emlékszem, de tuti. Tehát, hogy... That was funny! Barna kesztyű. Nagyon jó. Hogy vagy, Fanny? Hogy telt a mai napod? Használj stupport az ellenségeiket. Az melyik a stupport? Ja. Várjál, melyik a stupport? Ja, tudom. Ez. Jó. Mi, mit csináltál? Nem, ez a, valahol el van rejtve egy harmadik szimbólum.
Revelio. De erről jöttem, igen. Erről jöttem, akkor erre nem mennék vissza. Aha. Megvan. Szevasz, Tamás! Ott vannak, mi a pukicák, ott várnak. Rákerestem, igen, de az egy mobil játék, amit én találtam ezzel a névvel, azt meg én nem tudok játszani sajnos. Írtam is neked, hogy az egy mobil játék? Ha nem, akkor linkeld már be, hogy melyik játékra gondoltál, mert nem nagyon láttam. Sajnos én mobil játékokkal nem tudok játszani. Mármint tudok játszani, csak nem tudok streamelni mobil játékot. Hát ugye egy mobiljáték streameléséhez azért kell egy kis technika. Nem olyan egyszerű ám az. Hát ő se gondolta szerintem, hogy nem ér rá. Hoppá! Ez nagyon jó. Remélem... Most akkor gondolom, akkor a barlang bejáratától jövünk. Nem, jó van, csak innen. Hát én leestem. Szerintem majd oda is állni. Nem tudtam. Lehet, hogy majd az utolsóval kellene próbálkoznom. Na jó, egyet be. Pá. Gyerünk. Picsába. Akkor előről. Megvan az. Very thorough in his search of this cave.
A pont nem erre kell jönnöm most. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? De és utána mi volt? Mondom, nem ezzel telt el az egész nap. Megint lesz pókharc. Nagyon idegesítőek ezek a kis fókok. Megvan. És van. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. Hát az tök jó, pedig mi voltunk kizé, ugye kirándulni. Most mi van? Egy frankó nap volt. Tartalmas. Még nem tudom felvenni. Megnéztük a Gellért hegyet.